Intro. Bevezetés a könnyű zenére. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm az intro barátokat. Dombóvári Gábor vagyok, a Cseh Tamás program jóvoltából. Ebben a műsorban is nagyon tehetséges művészeket, zenészeket, énekeseket ismerhetnek meg. Nem sokára itt lesz a stúdióban az a nagyon tehetséges magyar énekesnő, akinek álma volt, hogy világsztárokkal lépjen fel egy színpadon, és hogy ő is világsztár legyen. Nagyjából egészéből, és nem túlzás azt mondani, hogy ez az álma már teljesült. Ő Farkas Zsófi. Aztán 2011-ben volt a Csillag születik tehetségkutató verseny harmadik szériája, amelynek győztese az akkor mindössze 14 éves, azt hiszem 14 éves László Attila volt, és a kisfiú Máté Péter dalt énekelt. Aztán a kisfiúból nagyfiú lett, és immár folytatja felsőfokon zenei tanulmányait. De ami nyugodtan mondhatom érdekes, ő ott énekesként nyert, felsőfokú zenei tanulmányait pedig zongora tanszakon végzi. És az adás végén, ahogy ez már lenni szokott, egy klip, de, mint a múltkor is mondtam, vagy két adással ezelőtt is, ez legyen egy kicsit meglepetés, hogy legyen mire várni. Kezdünk! Világsztár mellett világsztárnak érezni magad, az milyen érzés? Ez egy annyira furcsa dolog, mert többektől megkapom ezt, hogy hát világsztár vagy. Én nem vagyok világsztár, mert köszönöm szépen a titulust mindenkitől. Én a szerencsés csillagzatomnak köszönhetem, hogy egy világsztárra dolgozhatok. És ugye, aki a 90-es években már élt, vagy esetleg aki még nem is élt akkor, de mostanában elég szépen jön vissza a retro, úgyhogy lehet hallani ezeket a dalokat a rádióban, és tehát aki ismeri a Labus dalokat, tudja, hogy egyrészt Melanie Thornton sajnos 2001-ben egy repülőgép szerencsétlenség áldozata lett, és ezért a Lén, aki az én partnerem ebben a produkcióban, ő keresett új énekesnőt. És tavaly jött el az idő, hogy Marsal Norbi kollégámnak köszönhetően, aki a külföldi retro világsztárok ügyes bajos dolgait intézi, hogyha Magyarországon van koncertjük. Ő ismerte a Lént, a Labust, és tavaly beugrottam egy buliba itthon. És ő hívott el, tehát gyakorlatilag a kapcsolatot neki köszönhetem. De onnantól kezdve, hogy a próbán, mert ez egy zenekaros próba volt, és egy nagy zenekaros koncert volt a Star Jam Band-del. És ahogy a Lén meghalott a próbán énekelni, így hát tetszett neki. Most én nem akarom magam fényezni, hogy mennyire tetszett neki. De igen, nem az, hogy rögtön, mert így adott jeleket, hogy nagyon tetszik neki, és hál' Istennek emberileg is nagyon megvan a közös rezgés, és tényleg én azt vallom, hogy minden energia, és hogyha jók az energiák, akkor mindig csak előre, és minden pozitív. De egy pár hónap alatt kialakult, hogy aztán utána szépen így alakult. Az meglep téged, vagy az hogy érint, ahogy nyilván azért a McLean a nagyon, nagyon ismert, nagyon nagy sztár, tehát azért valahogy őt fogadják. Gondolom azért ez egy kicsit más, mint amit itt Magyarországon te megtapasztaltál. Ezt hogy viseled? Örület. És ugye Lane McRae az az ember, aki Melanie oldalán, ők ketten voltak a Labus, ugye Melanie volt ez a fantasztikus énekesnő, aki a dalokat énekelte. Amúgy volt egy-két olyan dal, amiben Lén is énekelt,
és nagyon jó hangja van, és amúgy ő táncos volt még kölyök korában, tehát balettozott, és mindenféle táncos múlttal rendelkezik, állati jó mozgása van, és mostanában ő is szokott, illetve tehát úgy néz ki a Labus műsor, hogy van két dal, amit ő énekel a Labus dalok közül, a többit mind én, és ugye hát rappel. Tehát, hogy amit megszokhattak tőle a közönség tagjai, azt természetesen visszakapják. Hát nagy színpadokon lépünk föl, főleg most, hogy fesztivál szezon van, volt már arra például, hogy 20 ezer ember, de azért a minimum 8-10 azért azt ki szokott így nézni, és nagyon-nagyon jó érzés. Tehát nyilván, amikor felkonferálnak minket, hogy és színpadon a Labus, és esetleg elhangzik az, hogy la ra ra ri ra ra ra, és egyből wow, mindenki teljesen eldobja a haját. És amikor 20 ezer ember énekli ezeket a dalokat és a strófákat, az elképesztő érzés és energia. Dalokat egyébként ők közösen szerezték? Volt olyan is, amiben nyilván kaptak segítséget, vagy éppen egy-egy társszerző becsatlakozott, de a nagy részében ők ketten hozták össze. És új dalokat esetleg? Igen. Lesznek. Vagy már készülnek? Már egy fel van énekelve, azt legutóbb Frankfurtban vettük föl, és... De hát amikor kiderült, mondta Alén, hogy jövőre szeretne új lemezt, és ugye sok, hát most nyilván egy lemezni dalt, akkor az is egy olyan érzés volt, hogy wow, szóval, hogy... És azt kell, hogy mondjam, hogy én azt vallom, hogy nincsenek véletlenek, hogy előbb-utóbb az ember eljut olyan állomásokra, amire vágyik, és nyilván meg kell érte dolgozni, és akár eltehet 20 év. Tehát sok ilyen példát tudok. És a magam példáját is fel tudom hozni. De annyira nem érzem azt, hogy ez másképp kellett volna, hogy alakuljon, előbb vagy bármi. Szóval, hogy tényleg azt mondom, hogy azért jött most, mert most vagyok erre megérve. Nagyjából majdnem mindenkivel beléltél, és nagyon sok stílusban. Van neked nagyon szívedhez közel álló stílus, amire azt mondtad, hogy na ez a... Hát szerintem minimum 3-at kéne, hogy említsek. Tehát a klasszikus zenét azért imádom, mert egyrészt ugye az került hozzám először közel, amikor tanultam. Tehát leszámítva azokat a dalokat, amiket csak azért hallgattam, mert imádtam, mint például Whitney, Freddie Mercury, Aretha Franklin, és még sorolhatnám. Amit úgy imádom a jazzt, és szeretek jazzt énekelni. És tényleg volt alkalmam itthon a legnagyobb nevekkel dolgozni, és szimfonikus zenekarok élén állni, és görsvéneket énekelni. Szóval rengeteg olyan dolog van, amit soha nem fogok elfelejteni, és minden ahhoz hozzátett, hogy én most ilyen lelkületű ember legyek. De a gospelt nagyon szeretem. Hát az az éneklés, ami ott folyik, és az a szívből jövő energia, az szerintem utánozhatatlan. Olyan dal még nem szület, illetve olyan dalt még nem hoztam össze, amit tényleg A-tól Z-ig-én csináltam volna. Tehát ugye ebbe beletartozik a hangszerelés, onnantól kezdve, hogy az ember elkezd dúdolni egy dallamot, egy frázist. De nagyon sok olyan dal volt, amiben kivettem a részemet. Tehát akár szövegírás, dallamírás, ugye vokálok, hát azt nem kell megírni, azt csak az ember oda megy, vagy legalábbis ugye, akik már rutinos rókák, így működik, hogy nem kell átküldeniük semmit, oda megyünk, vagy oda megyek, és rögtön vannak ötletek. Ezek a vokálok részeiről mondom. De tényleg volt már, hogy angol nyelvű szöveget, magyar nyelvű szöveget. Például volt egy olyan dal, amit Lumnitzer Csabival csináltunk néhány évvel ezelőtt, J. Lumen, hogyha valaki esetleg a külföldi stílusban, illetve ezen a vonalon otthon van, akkor a nevét ismerhetik.
és ott volt egy dal, amit közösen hoztunk össze, a Time in Motion volt a címe, és az például fölkerült a UK chart listának a top 50-jébe, és 7. helyig jutottunk el. Tehát ez is... És Magyarországon mennyire hát tudták szerintem ezt a hírt? Volt egy-két interjú, amikor ez kiderült, nyilván volt egy-két csatorna, aki megkeresett, de alapvetően szerintem nem is játszották itthon a dalt. Lehet, most bocsánat, hogyha rosszul tudom, de én magam nem hallottam rádiókban, tehát lehet, hogy volt egy-két alkalom, hogy elhangzott, de nem, hát nem játszották rommá, hogy így mondjam. Tegeződhetünk? Nyugodtan. Akkor Szevasztini Ati. Szia. Vagy szólítsalak inkább Székely Mózsinak? Hát nyugodtan. Nyugodtan. Ha, mikoriak ezek a becenevek? Hát a Tini gondolom tínézser korból, és a Székely Mózsi meg, hát talán onnan, hogy ugye a Székelyföldön laktál, éltél Kézdivásárhelyen, ha jól tudom. Hát igen, ez a Tini Ati engem is meglepett, hogy onnan jutott el, vagy hol találtad meg ezt, de tényleg... Nem tudom, 2 hónapig lehettem Tini Ati körülbelül, mert nem hiszem, mikor legelőször a szüleimmel felkerestük egy koncertszervezőt, egy menedzsert tulajdonképpen, akkor ő mondta, hogy nekem kell egy jó név, még ott Árdébe, tehát Kézdivásárhely. Ő mondta, hogy nekem kell egy jó név, és akkor mondta, hogy hát legyen Tini Ati, hát még tinédzser voltam, nem szerintem 12-13 éves lehettem, mikor ez a név volt, hogy Tini Ati, de hát ez nem sokáig volt életben. Aztán átfejlődött Székely Mózsi. Székely Mózsia, az viszont egy másik koncertszervez. Ez jó. Na, szóval, igen. Ja, igen, hát így jó, azt ennyi, megjött, rendben. Ez volt én gyerekkoromban tanultam zongorázni, de ez a dolog nem rólam szól. És azt mondta a zongoratanár, hogy majd akkor tudtok valamit játszani, hogyha a Rachmaninov Cismol prelügyét lenyomjátok itt fejből. Ez nem nagyon sikerült, viszont úgy tudom, hogy te meg fejből és hallás után hát Bach D-moll tokkáta és fúgáját sikerült előadnod templomban? És frankon, hallás után? Hát nem úgy kell képzelni, hogy teljesen úgy kottában van írva, hogy játszottam le. Tehát nem teljesen úgy, nem is az egészet, mert 10 perc hosszú az egész dal. Tehát, na de hát akkor is, persze. De nagyon szerettem ezt a vonalat, tehát hogy nagyon szerettem orgonálni. És emlékszem, egy templomban adtam elő ezt a kántornak, a kántornak. Hát úgy, ahogy tudtam. Tehát igen, nem azt kell gondolni, hogy most professzionális szinten adtam el, de úgy, ahogy tudtam. És akkor tulajdonképpen ezzel az volt a cél, hogy ő úgymond a szárnya alá legyen, hogy tanítson engem. Hát is felfigyeljenek rád, és tanított is. Igen, és utána elkezdett engem tanítani, zongorán kezdett el. Egy 2 évet zongorán tanultunk, utána pedig úgy volt, hogy egy nap zongora, és volt egy másik nap, mikor orgonáltunk a templomban. Az igen. Hát az orgon az nagyon nehéz hangszer. Úgyhogy maradtál a zongoránál. Maradtam a zongoránál. De úgy maradtál a zongoránál, hogy mind a mai napig, hiszen hogyha jól tudom, akkor éppen zongoratanszakon vagy. Igen, a Kőbányai Zenei Stúdióban vagyok zongoratanszakon. Hát nemrég végeztem el az első évemet, tehát most már szeptembertől kezdődik a második év, és még utána egy. Azban az érdekes, hogy én ének szakra jelentkeztem. Igen. Ének szakra jelentkeztem. És hát ott nem mondtak semmit a felvételin, annyi, hogy zongorán kísértem magamat, és úgy énekeltem a felvételi dalomat, és nem mondtak semmit, azt mondták, hogy na, akkor majd jelentkezünk, ahogy mindig szokott lenni. Majd értesítjük, igen. És egyszer csak szóltak, hogy hát igen, Attila, felvettünk zongoraszakra. Mondom, az pont jó, de egyébként arra akartam menni, ugye a vége felé gondolkoztam, hogy jó lett volna a zongoraszakra, de már nem volt nagyon sok időm felkészülni egy dalból, és kivételesen nagyon örültem annak, hogy zongorára vettek fel, hiszen úgy érzem, hogy zeneileg jobban tudok fejlődni. Hát akkor és tulajdonképpen az év gyerek hangjából, meg felnőtt hangjából így lettél aztán a zongora melletti művész, de ezt azért is hozom szóba, mert ugye hát csillag születik, ezt talán sokan emlékeznek rá, tényleg csak azóta kinőtted a kis csillagot, de hát tulajdonképpen azért ott fölfedeztek, te akkor még Erdélyből jelentkeztél erre? Igen, Erdélyből jelentkeztem. Hát ennek még egy tehetségkutató volt az előzménye, hogy én elindultam a Csillagszületikbe. 2010-ben
volt Kézivásárhelyen megszervezve az Erdély Hangja, tehetségkutató verseny. Ott elindultam, és bejöttem a legjobb 24, igen, ez volt az első, amire gondoltam, 24. Mint a világbajnokságon és az Európa bajnokságon. Igen, a legjobb 24-be bekerültem, és kiestem. És akkor ez úgy nem esett jó nekem. És emlékszem, abban az időben reklámozták, hogy lehet jelentkezni a Csillagszületikbe. És régebb is gondolkodtam ezen, hogy jó lenne egyszer Magyarországon is megpróbálni. És ott volt a lehetőség, hogy lehetett jelentkezni, nem mondom, akkor próbáljam meg, hát itt van, bejelentkezek. És akkor utána majd szóltak, hogy hát akkor el kéne jönni meghallgatásra, és stb. És akkor mondom, hát jó, hát már belekezdtem akkor. Emlékszel akkor még a meghallgatáson, mit énekeltél, mit adtál elő először? Hát a Máté Pétertől az Egyszerű éget ír a lázas ívűság, akkor pont illet hozzám, hogy 14 évesen egyébként ez a dal, tehát hogy nem. Egyébként nem véletlenül kérdeztem, mert egyrészt emlékszem rád is, mint kiskölökre, másrészt ezt mondtad is nagyon sokszor, hogy tulajdonképpen Zámbó Jimmy, Máté Péter és Demjér Rózsi azok, akikre, hát hogy úgy mondjam, tisztelettel nézel, és azt mondtad, hogy azért, mert az ő hangjukban van valami olyan különleges, ami a maiakéban nincs meg. Ez mit jelent? Hát, amit jelent? Hát, de mi nincs meg? Tulajdonképpen azt mondtam, igen. Igen, de mit jelent ez? Akkori feje tényleg ők voltak nekem a most is tulajdonképpen, tehát nem mondom azt. És tényleg azt mondtam, hogy van valami különleges, máig is úgy érzem, de azt nem tudom megmondani, hogy mi az a plusz. Ami hiányzik szerintem a mostaniából, tisztelt a kivételnek. Persze, azt tisztelt a kivételnek. Hát az eleve az, hogy fennmaradtak. Ennyi évesen még mindig, és örökön fognak ők már ragyogni így a magyar pop szakmában, tehát hogy ez is az, hogy ők fent tudtak maradni. Azóta te magyar állampolgár lettél, ugye? Hát igen, 2012-ben lehettem szerintem magyar állampolgár, igen. Na most az, hogy ezt a három nagyszerű énekes zenészt említetted, azt gondolom nem jelenti azt, hogy a mostani fiatalokkal, zenészekkel, énekesekkel nem vagy, már nem úgy értem, hogy napi kapcsolatban, hanem egyáltalán ismerettségben. Igen, hát most már nagyon követem mindent, tehát a zenei trendet már nagyon követem, kell kövessem, kell követni, hogy mert hogyha egy dalt írok, akkor kell gondolni arra, hogy mi a trend, tehát hogy mondjuk annyira nem akarok teljesen a trendbe, tehát nem akarok beállni a sorba, tehát azt nem akarom, de muszáj, hogy ehető legyen, tehát hogy így fogyasztható legyen a mostani piacnak. Szóval téged akkor még nem nyom a megrendeléskényszer, hogy odajön egy menedzser, producer, akárminek nevezzük, és azt mondja, hogy na fiatal ember, akkor 3 hét múlva kell egy olyan, ami unca, és majd el fogja énekelni valaki maga helyett. Előfordult már ilyen? Micsoda, ilyesmi? Hajjaj, veled? Nem. Na akkor addig örülj. Jó, tehát akkor saját magadnak írod, és saját magad. Hát igen, mondjuk örülnék, hogyha valaki felajánlana, hogy írna nekem dalt, meg szöveget, nagyon jó lesne, de úgy jó, hogyha én írom magamnak, mert tulajdonképpen az az én munkám. Tehát az, hogy eléneklek egy dalt, az valakinek, ha esetleg a más dalról beszélünk, valakinek a munkája, de amikor én írom a dalt, meg pláne a szöveget is, ha én írom, akkor a saját maga munkáját adom elő is, akkor az teljesen én vagyok. Mennyi gyakorolsz naponta? Amikor van időm, te természetesen sokat. Hát mi számít soknak el, jó, nem 4-5 órákat, hát ezt gondolom, annyit kéne tulajdonképpen, hogyha... De gyakorlok, tehát hogy napi szinten mindig. És skálázol is? Kell. Akkor most csak annyit, hogy a hozzád hasonló tehetséges fiataloknak tudod-e ajánlani azt, azon kívül, hogy szorgalmasak, hogy próbáljanak meg karriert befutni? Hát az elég furcsa, hogy én kell elmondjam, hiszen igen, még én hát is elég saját, fiatal vagyok. Hát ezért mondom, hát a pályatársaknak mit ajánlasz? Csak nem azt mondod, hogy mint egy idősebb pályatárs, hogy arra figyeljetek, fiúk, hanem te most a havernak mondod, hogy ja, hát, öreg, akkor mit kéne csinálnod? Az elég furcsa. Hát igen, hát azt kell csinálni, hogy hát tulajdonképpen amit szeretünk. Tehát én szeretek énekelni, zenélni, nekem ez a hivatásom, hogy ezt csináljam, és hogyha másnak is megvan ez, hogy szereti azt, amit csinál, akkor abból csak jó lehet. Meg tulajdonképpen ennek ez a lényege, az alázat, a szerénység is. Hát meg a kitartás, hogy még mikor azt gondolják, hogy ne, tényleg nem lesz ebből semmi, akkor meg akkor is hinni kell. Hát miért ne? Egyszer élünk, csináljuk. Nagyon köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm, hogy itt voltam. I've been looking for you. For a long time I've been waiting for you.
So far, I've seen the stars. How far from me? I've seen the distance between you and me. It's time to change. I won't be strange. I hope you know. If I won the fight, you wouldn't let me go. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If I ever the sun, I would shine on everyone. If I ever the time, I would be forever young. If only, if only, if only. Lies. Don't say goodbye. I will always need your love. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If only I could see, if only I could be, if only I could. If I were the sun, I would shine on everyone. If I were the time, I would be forever young. If only, if only, if only you were mine. If only, if only, if only I could.
kedves nézők, kedves intróbarátok, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket, és ahogy ezt már mindenki megszokhatta, ott vagyunk a Facebookon, és ott vagyunk, megtalálhatók vagyunk a YouTube-on is. Természetesen egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Lájkoljatok bennünket! A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta.